Köszöntöm Önöket, a Pannon TV híradóját látják. Ma január 22-e Vince és Arthur napja van. Ma van a Magyar Kultúra napja. 192 éve megszületett a magyar himnusz. 1031 éve megszületett Bajor Boldog Gizella, első Szent István király felesége. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket először csak röviden. Magyarországon és Vajdaságban is számos rendezvényt tartanak a Magyar Kultúra napja alkalmából. Fizetős marad a röszkei határátkelő. Belgrádban tárgyalt a magyar és a szerb védelmi miniszter. Nagyszabású tanácskozást tartanak az iszlám állam elleni koalíció tagjai Londonban. A taxivállalatok sofőrjei figyelemfelkeltő forgalomlassítást tartottak Szabadkán. Ma van a Magyar Kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. Ezen a napon Kárpát-medence szerte szerveztek megemlékezéseket és ünnepségeket. Magyarországon is több rendezvényt tartottak a Magyar Kultúra napja alkalmából. Vajdaságban már pénteken megtartották a központi ünnepséget, amelyen átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség legrangosabb elismeréseit. Ma és tegnap további rendezvények voltak a Magyar Kultúra napja kapcsán. Először nézzük a vajdaságiakat. A Kertész keze címmel szerveztek versekből, zenéből álló összeállítást Szabadkán. Tették mindezt a Magyar Kultúra napja tiszteletére. A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk. Ez a Kazinczy Ferenc idézet volt az egyik vezérfonala a szerda esti szabadkai összeállításnak. Az esten Jónás Gabriella színész, Palatinus István plébános és Dévavári Zoltán történész mondta el, hogy számára mit is jelent a magyar kultúra. Alapvetően számomra a tudatot jelenti, az emlékképeket, a múltat, azt, amiben felnőttem, szocializálódtam, vélhetőleg amiben egy nap meg is fogok halni. Dévavári Zoltán számára a magyar kultúra épületeket, utcákat, tereket, temetőket jelent, ahol azok a személyek nyugszanak, akik a magyar emberek tudatát, jelenét formálták. És más olvastunk Schillert, Petrárkát, Boccacciót. Máshogy éljük meg, máshogy értelmezzük. Az esemény a Kertész keze címet viselte. Jónás Gabriella színész szerint az úgynevezett kertészek feladata, hogy közelebb hozzák a magyar kultúrát az emberekhez. Írók, művészek, festők, kottával, hangjegyekkel, ecsettel, ceruzával a pódiumról. Vannak arra született emberek, akiknek ez a dolguk. A szabadkai könyvtár olvasótermében egybegyűltek, állva hallgatták végig Kölcsey Ferenc himnusz című költeményét Rizsányi Attila előadásában. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. A szervező, az Életjel művészetbaráti kör vezetője, ahogy fogalmazott, a legtöbbet a plakáttal bíbelődött. A cél az volt, hogy gondolatokat ébresszen az emberekben, de azon is sokat törte a fejét, hogy kik legyenek a vallomástevők. Korban nagyon fontos, foglalkozásban, hogy minél nagyobb változatosság legyen. Esetleg netántán egymással ütköző vélemények, vagy stb. Vagy ki az, aki mer, például az atya merte elénekelni a Kék ne felejtse. Tehát ez nem volt benne a pakliban. Görög Noémi zongora játéka szintén elbűvölte a megjelenteket. Koncerttel és kiállítással ünnepelték Belgrádban szerdán a Magyar Kultúra napját. Kinka Rita zongora művész Liszt Ferenc és Frédéric Chopin műveiből válogatott, az érdeklődők pedig emellett a Mi világörökségünk című kiállítást tekinthették meg. A belgrádi Collegium Hungaricum új hangszerrel gazdagodott. A Yamaha G3-as zongora Budapestről érkezett a szerb fővárosba, és még soha senki nem játszott rajta. Örülök, hogy éppen az első vagyok. Mindig szeretik olyan zongorán játszani, amelyiken senki még nem játszott. De nem vagyok önző, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokan fognak játszani még.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megnyitották a Mi Világörökségünk című kiállítást is, amely a világörökség 8 magyar helyszínét mutatja be. Az angol nyelvű pannókból álló tárlat több helyen is járt már, ezúttal szerb és magyar nyelvre is lefordították a feliratokat. Aki még eddig nem tudta volna Belgrádban, hogy mi az akteleki csepkőbarlang, vagy mi a budai vár, vagy mi Tokaj, esetleg hol van Hollókő, akkor most megtudhatja, szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel egy ilyen kiállítás. A Mi Világörökségünk című kiállítás még 2 hétig látogatható Belgrádban. A 25 éve elhunyt Sziveri János vajdasági költőre emlékeztek Kecskeméten szerdán a Magyar Kultúra Napjának előestéjén. Felidézték az 1989. novemberében Kecskeméten megtartott irodalmi estet, amelynek résztvevői között ott volt Sziveri János is. Lengő lófejek a csillagok. Csörögnek, de én csak hallgatok, mint az üvegcse, mely az kavics hakoccan széttörik. Bár meg sem ott. Sziveri János saját versét, a Bábelt mondja 1989. novemberében Kecskeméten. A vajdasági költő akkor lépett utoljára a nyilvánosság elé. A Magyar Kultúra Napjának előestőjén ismét Kecskeméten járunk. A 25 éve elhunyt Sziveri Jánosra emlékeznek költőtársai, tisztelői. Egy ponton Kecskeméttel összekapcsolódott az ő élete, és majdhogy nem az élete utolsó pontján, amikor a halállal előtt 3 hónappal, 2,5 hónappal a halállal előtt egy irodalmi esten vett itt részt a Nemzedék társaival, és annak az estnek önkéntelenül is a versmondásával a középponti alakja lett. A magyar költők közül többen barátjuknak tartották Sziverit. Zalán Tibor író fontosnak tartja, hogy költészete visszatért a köztudatba. Egy darabig hallgatásnak vette körül ez a hallgatás, ez a darab, ez azért 20-30 év, ha belegondolunk, de inkább 20, és most van egy reneszánsza a Sziveri költészetnek. Sok emberre van hatással, sok ember szereti, sokféleképpen próbálják visszahozni a mindennapi költészetbe, a költészetünk mindennapjára a Sziveri János. Sziveri művei az utóbbi években megszólítják az újabb generációkat. Ehhez az is hozzájárul, hogy 23 éve ápolják az emlékét azzal, hogy megalapították a Sziveri díjat. Az irodalom kegyetlen. Vagy föltámad valaki, vagy nem. Azt igazából nem lehet föltámasztani semmilyen akarattal, semmilyen jóindulattal, semmilyen formális vagy formán kívüli gesztusokkal. Ahhoz az kell, hogy újabb nemzedékek fölismerjék maguknak. Az elmúlt néhány évben Sziveri több művét is megzenésítették, és előadás is készült a költő életéről és műveiből a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban, az Ember komédiája címmel. A kecskeméti emlékesten bemutatták a költő Pasztorál című kötetét. Az ebben lévő illusztrációkat Benes József festő és grafikus művész készítette, a művekből kiállítás is nyílt Kecskeméten. A minden magyart egymáshoz fűző kulturális kötelék tehet bennünket erős és nagy nemzetté, mondta Orbán Viktor a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A magyar miniszterelnök az új magyar fejlesztésű Bogányi zongora bemutatóján beszélt szerdán a Zeneakadémia épületében. A magyar kultúra egy olyan fonál, amely egybeszövi a nemzetnek a világ legkülönbözőbb részeibe sodródott, és szakított részeit. A nagy nemzetek nem csak kiváló gazdasági mutatókkal rendelkeznek, hanem arról is felismerhetők, hogy becsben tartják kultúrájukat, és elismerik kiemelkedő művészeiket, mondta Orbán Viktor az új magyar zongora bemutatóján. A miniszterelnök a nemrég felújított Zeneakadémián úgy fogalmazott, egy különleges zongorát kapnak a jövő virtuózai, amelyben benne van minden, ami minket magyarokat jellemez. Az örök vállalkozó kedvés újító szándék, és a magyaroknak az a törekvése, hogy mindig jobbat és tökéletesebbet alkossanak. Az itt látható zongora egy zongora művész ötletéből született eredeti alkotás, amely hangzásában és külső megjelenésében is hidat épít a múlt hagyományai és a jövő között. A kormányfő beszéde végén úgy fogalmazott, azt kívánja, hogy megálmodójához hasonlóan a Bogányi zongora is váljon a magyar kultúra nagykövetévé a világ koncerttermeiben, és legyen a magyar szellem és művészet nagyszerűségének bizonyítéka.
hangszerfejlesztője Bogányi Gergely szerint az új zongora erőteljes, tiszta, egyenes hangon szól, és a modern zongoráknál emberibb, barátságosabb a hangzása. A formája is egyedi. Bal lába hangvetőként működik, ellentétben a többi zongoránál, tehát itt irányítva van a hang, ugyanúgy, ahogy a nagytetőnél, a lába is egy, tehát azt a hangmennyiséget, ami lefelé megy, azt irányítja a közönség felé. Bogányi zongora különlegessége, hogy a hangszer lelke az úgynevezett rezonánslap nem fából készült, hanem kompozitból. A tervező és kivitelező cég szeretné az új magyar hangszerrel a nemzetközi piacot is meghódítani. Második alkalommal rendezték meg a Magyar Kultúra Napján az Együtt Szaval a Nemzet programot. Idén az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium szakközépiskola és kollégium volt az esemény házigazdája. A kezdeményezéshez 718 iskola csatlakozott, tucatnál is több Kárpát-medencei oktatási intézmény is részt vett a programban. A Győri Kölcsei Ferenc Általános Iskola több mint 400 diákja sorakozott fel az intézmény udvarán, hogy együtt szavalják el a himnuszt. A magyar nemzeti ének költőjének nevét viselő iskolában a költemény mind a 8 versszakát megtanulták és elszavalták a diákok. A fennállásának 85. évfordulóját ünneplő győri iskolában a költő szellemiségének jegyében folyik az oktatás és a nevelés. A napokban zajló Kölcsei héten helyesíróversenyt és vetélkedőt tartottak, az iskola folyosóján pedig felavatták a himnusz versszakait tartalmazó hatalmas márványtáblákat. Az iskola igazgatója azt mondja, amikor kultúráról beszélünk, nem kizárólag a szűkebb értelemben vett művészetekre kell gondolnunk, hiszen a kulturáltság a társadalom egyik fokmérője. A kultúrát viselkedésre is gondolok, a beszéd stílusra is gondolok, a telefonhasználatra gondolok. Tehát a gyerekeknek mindig lefordítom azt, hogy a kultúrát ne csak a művészek költészet és a egyéb művészek alkotására gondoljunk a hétköznapi viselkedésünkre is, az is a kultúránk egy része, és ez a Kölcsei név bennünket példaképű szolgál. A szerb kormány annyit tehet a svájci frank alapú hitelek törlesztőiért, hogy tárgyalni fog a bankokkal a törlesztési feltételek megváltoztatása érdekében, mondta Alekszandar Vučić miniszterelnök a Davoszi Világgazdasági Fórumon. Mintegy 22 ezer ügyfél jutott bajba a svájci frank árfolyamváltozása miatt Szerbiában. A szerb kormány csak minimális beavatkozást hajlandó eszközölni, semmiképpen sem akar úgy reagálni a kialakult helyzetre, mint Horvátország, amely befagyasztotta, fixálta a frank előző heti árfolyamát. A horvát államnak sokat kell majd fizetnie emiatt, mondta Vučić. Fizetős marad a röszkei határátkelő, ez derül ki a magyar kormány tájékoztatásából. A legfontosabb változás, hogy a megyei matricák nem a megyehatár előtti utolsó, hanem a megyehatár utáni első csomópontig lesznek érvényesek. Az egy hónapos próbaüzemet követően február 1-től változik az útdíjrendszer. A döntés értelmében több szakasz ingyenes lesz, közöttük a Ferihegyi Gyorsforgalmi út, jelentette be Fónagy János, a Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kormány szóvivői sajtótájékoztatón Budapesten. Arról is döntöttek, hogy a kormány eltörli az 1470 forintos eljárási díjat a megyei matricák bevezetésével összefüggő ügyekben, közölték. Azok, akik januárban díjfizetés nélkül hajtottak díjköteles szakaszokra, nem csak a pótdíj alól mentesülnek, hanem február végéig éves matricát vesznek, hanem az egyéb esetekben szokásos szolgáltatási díjat sem kell megfizetniük. Hétfőtől újra dolgoznak az ügyvédek. Az erre vonatkozó döntés csütörtök délutánig nem volt biztos. A közjegyzőkről szóló a parlament által már elfogadott törvénymódosítás azonban röviddel híradónk előtt megjelent a hivatalos közlönyben. A szerb parlament szerdán fogadta el a közjegyzőkről szóló törvénymódosítást. Azonban a korábbi ígéretekkel ellentétben a hivatalos közlönyben csütörtökön még nem jelent meg. A szerbiai ügyvédi kamara vár. Ne znamo, da li će se danas objaviti, makar u elektronskoj formi, službeni glasnik Republike Srbije,
u kome bi trebalo da se nađu odredbe sporazuma Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije, koje pre svega trebaju da predstavljaju veliku korist za građane Srbije i u svakom slučaju predstavljaju veliki uspeh advokature u Srbiji. Az ügyvédi kamara igazgatóbizottsága nem érti, hogy technikai gond vagy más okok állnak amögött, hogy a hivatalos közlöny megjelenése késik. Mi smo za danas zakazali sednicu upravnog odbora u skladu s odlukom Skupštine advokatske komore Srbije zbog toga što smo imali vrlo čvrsta pa i pismena uveravanja ministarstva da će do dana održavanja, odnosno do sata održavanja ove sednice sa strane ministarstva, odnosno države, biti ispoštovano sve. A szeptember 17-e óta tartó sztrájk beszüntetésének végére továbbra is várni kell. Meg volt a lehetősége annak, hogy a kamarai igazgató bizottsága meghozza a döntést, viszont a felhatalmazás úgy szólt, hogy abban az esetben, ha megjelenik a szerb hivatalos lap közlönybe, ez nem történt még meg, és ezért az igazgató bizottság elodázta arról a döntést arról, hogy az ügyvédek mikor fognak munkába állni. A több mint 4 hónapja tartó munkabeszüntetés után az ügyvédek legkorábban hétfőn állhatnak munkába. A magyar és a szerb védelmi tárca közötti együttműködési lehetőségekről, valamint az aktuális biztonságpolitikai kérdésekről tárgyalt csütörtökön Belgrádban Bratislav Gašić szerb védelmi miniszter és Hende Csaba magyar honvédelmi miniszter. Katonai tiszteletadással köszöntötte Bratislav Gašić szerb védelmi miniszter magyar kollégáját Hende Csabát csütörtökön Belgrádban. A protokolláris fogadás után a két fél biztonságpolitikai és együttműködési lehetőségekről tárgyalt. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a magyar honvédelmi miniszter kiemelte, Magyarország számára kiemelkedően fontos a Szerbiával való jó kapcsolat, amit az utóbbi időszak számos felső szintű találkozója is bizonyít. A katonai együttműködés pedig kíván. És az egyik leggyümölcsözőbb együttműködési területnek a hadipar ígérkezik. Kiemelte továbbá, hogy a Nyugat-Balkán stabilizációs folyamata összességében pozitív irányban halad, de nem visszafordíthatatlan, és vannak a térségben olyan országok, amelyek nagyon komoly kihívásokkal néznek szembe. Magyarország érdekeltebb, hogy a legfelkészültebb államok minél hamarabb csatlakozni tudjanak az euróatlanti integrációs szervezetekhez. Bratislav Gašić az eddigi együttműködést méltatta, de beszélt a jövőbeni célokról is. Ezek között szerepel az oktatás, illetve a pilótaképzés. Razgovarali smo takođe i o vojnom obrazovanju i o želji i jedne i druge strane da pripadnici vojske Srbije i pripadnici vojske Mađarske dolaze i usavršavaju se na visokim obrazovnim vojnim institucijama, kako u Mađarskoj, tako u Srbiji. A világ és a régió biztonságpolitikája szempontjából a két fél egyetértett abban, hogy az iszlám radikalizmus közel-keleti és európai terjedése olyan összetett kérdés, amely komplex válaszokat igényel. Európának meg kell találnia a leghatékonyabb eszközöket a komoly és várhatóan tartós kihívás kezelésére. Ma tanácskoznak az iszlám állam elleni koalíció tagjai Londonban. A találkozón döntést hoznak arról, hogy mit tegyenek a terrorszervezet teljes megsemmisítése érdekében, közölte előzőleg Philip Hammond brit külügyminiszter. Egy hírügynökség szerint a találkozó napirendjén 5 kérdés szerepel majd. Szó lesz a dzsihadista szervezet soraiban harcoló külföldi zsoldosokról, az ellenük irányuló katonai kampányról, a pénzforrásaikról és kommunikációjukról, illetve a térségbe irányuló humanitárius segélyekről. A megbeszélésen az Amerikai Egyesült Államokat John Kerry külügyminiszter képviseli. A londoni tanácskozás előtt Federica Mogherini, Európai Uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel találkozott John Kerry, amerikai külügyminiszter Washingtonban. Terrorists want to drive us apart. But in fact, their actions have had the opposite effect. They're bringing us together. And they're bringing us together with greater determination, with greater resolve to be able to get the job done. Az emberek zsigereiben van az Atlanti óceán mindkét oldalán a szoros együttműködés igénye, és ez várhatóan így lesz a jövőben is az Európai Unió és az Egyesült Államok között, szögezte le Federica Mogherini. The unity of our action, the unity of our sharing informations and views and messages and narratives
is a large part of our strength. A londoni találkozót a Lancaster House-ban tartják két héttel a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap és egy kóser bolt elleni terror támadás után. Az Egyesült Államok és szövetségesei egyébként 2017. szeptember végén kezdték meg az iszlám állam állásai elleni légicsapásokat Szíria területén. Vadászgépeket, bombázókat és Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket vontak be a hadműveletbe. Állítólag Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia és Bahrein vesz részt a hadműveletben, és Katar is támogatást nyújt hozzá. Az Egyesült Államok légiereje korábban csak Irak területén támadta a terrorszervezet állásait. Csaknem 200 légicsapást hajtottak végre az augusztusban kezdődött hadjáratban. Katonai vezetők 31 ezer főre becsülik a dzsihadista fegyveresek létszámát. Kétharmaduk Szíria területén van. Barack Obama, amerikai elnök, tavaly szeptember 10-én jelentette be, hogy egy nemzetközi koalíció élén Szíriára is kiterjeszti a légicsapásokat, újabb katonákat vezényel Irakba, és harcképes erőt szervez a szíriai mérsékelt felkelőkből, amihez felhatalmazást és pénzt kér a kongresszustól. Hosszú autósorok alakultak ki Szabadkán. A taxivállalatok sofőrjei figyelemfelkeltő forgalomlassítást tartottak. Amint egy 60 autó lépésben haladva körözött a belvárosban. A taxitársaságok működési tervének meghozatalát, érdekképviseletük rendezését és a feketézők elleni határozottabb fellépést követelik. Elégedetlen taxisok gyülekeztek a szabadkai autópiac közelében. A taxitársaságok szövetségének felhívására 50-60 sofőr jelent meg a külvárosban. A megélhetésüket érintő problémákra követelnek megoldást a városvezetéstől. U što kraćem roku donese odluka o autotaksi prevozu, da se donese plan i program o organizacije taksi službe, da se riješi pitanje našeg predstavnika u savjetu za bezbednost saobraćaja, da se aktivira rad komunalne policije i inspekcijske službe i da se riješi problem regulacije saobraćaja vezano za nadzorne kamere i zeleni talas na Segedinskom putu i Maksima Gorku. A taxitársaságok dolgozói így forgalomlassító megmozdulással szeretnék felhívni a közvélemény figyelmét követeléseik fontosságára. Juben Christoph polgármesteri tanácsadó szerint hónapok óta dolgoznak, többek között a most sztrájkoló taxisokkal is a rendelet és a működési tervek elkészítésén. Sajnálatosnak tartja, hogy pont az az érdektömörítő szervezet okoz a polgároknak kellemetlenséget, amely az eddigi közös munkában a legnagyobb segítségére volt a városvezetésnek. A megoldás jelentő rendeletek munkaváltozatai már elkészültek. 2014. kroz razne sastanke i kroz razne debate doneli jedan akt koji sad treba samo da se usvoji na od strane gradskog veća i skupštine gdje se reguliše taksi prevoz u gradu. Oni su učestvovali u tome zajedno kao i mi i taj akt je pripremljen i sad je samo stvar tehničke prirode kada će biti postavljen. Evo ja sada obećavam u onom smislu da ako ne na prvoj narednoj, ali u drugoj sigurno sednici gradske skupštine bit će i ovo pitanje postavljeno i rešeno. Ezután készülhet el a Szabadka taxiforgalmát szabályozó 5 éves terv, a taxiállomások rendezése is szerepelni fog benne. A tervet a polgármesteri tanácsos szerint az adófizető sofőrök érdekeinek védelmében hozták meg. A taxisok kérésére olyan pontok is bekerültek, mint például a sofőrök öltözetére és megjelenésére vonatkozó elvárások. Remények szerint megoldás születik az illegálisan taxizókról is. Azokról, akik engedélyek és adózás nélkül végeznek személyszállítást, zöld területeket és parkolókat használva állomásként. Tavaly a felügyelőség rendszeresen végzett ellenőrzéseket és 15 esetben indított szabálysértési eljárást. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Egyéves Apadéi Szent András evangelizációs iskolaközpont. Hollywoodi filmes produkciót forgatnak Zomborban.
Az 1942-es újvidéki razzia 73. évfordulója alkalmából Miroslav Vasin tartományi gazdasági titkár részt vett a Népfelszabadító Harcosok Egyesülete által szervezett megemlékezésen. A Dunaparton álló család nevet viselő emlékmű előtt rótta le kegyeletét. Az ünnepségen felelevenítették az 1942. január 21-e és 23-a közötti eseményeket, amikor a Magyar Honvédség tagjai egy eredetileg a szerb partizánok ellen indított razzia folytatásaként ártatlan újvidéki lakosokat végeztek ki. Az áldozatok főleg szerb és zsidó nemzetiségűek voltak. Svake godine Subnor Vojvodine i grada Novog Sada izlazi na pojedina mesta stradanja da bi se poklonio i obeležio tu nesreću srpskog naroda. Jer verovatno da su oni bez krivice na razne načine ubijani. A szoborcsoport mellett lévő 66 emléktáblán az áldozatok nevei állnak. Pokrajinska vlada se odazvala pozivu Subnora da prisustvuje ovom obeležavanju, jer prisustvuje svim manifestacijama koje imaju za cilj da podsete na žrtve, da podsete na antifašističku borbu i da podsete na sve one bitke koje su u Drugom svjetskom ratu vođene na ovim prostorima u kojima je veliki broj građana izgubio život. A résztvevők a Dunaparton álló családnevet viselő szoborcsoportnál koszorúztak. A központi megemlékezést pénteken az újvidéki rakparton tartják meg. Egy éves a Padélyi Szent András evangelizációs iskola központ. Ez alkalomból dicsőítő szentmisét mutattak be a helybeli Havasboldogasszony római katolikus templomban. Padén egy évvel ezelőtt nyílt meg a Szent András evangelizációs iskola központja. A missziós evangelizációs közösség Mexikóban alakult 25 évvel ezelőtt. Tagjai megpróbálják új módon hirdetni az evangéliumot. A padélyi központban havonta tartanak ima találkozókat. Tehát nem is annyira szám vagy jelenlevők, hanem az emberek, akik jönnek és boldogságot, örömet találnak az Isten dicsőítésében, és hónapról hónapra jönnek nyáron, télen, függetlenül milyen az időjárás. Számomra ez egy hatalmas élmény, hisz valójában minden struktúra, vagy épület, vagy befektetés nem azért az elsődleges célja az egyház munkájának, hanem az, hogy az emberek megtalálják az Istennel való kapcsolatukat, és hogy ez valahogy erősítse az életüket. Masa Tamás helyi plébános kezdettől fogva támogatta a kezdeményezést, hogy Padé legyen az evangelizációs központ. Mint vallja, a központ munkájával még jobban megismerhette a közösséget. Ez egy 1500 lélekszámú közösség, magyar katolikusok laknak ebben a faluban, ebben a községben. A fiataljaink is vannak, hála Istennek, jó hitoktatóink vannak, van közösségi élet, úgy mondom, és ez most reményeink szerint a Szent András evangelizációs iskolával még jobban föl fog lendülni, és jobban ugye gyökereket fog verni az emberek szívében. A hitoktatásra körülbelül 100 padélyi gyermek jár, a hittan egyre népszerűbb. Tetszik a gyerekeknek, hogy az Isten imádás, annak új formái is vannak, és nem csak a klasszikus szentmise, hanem vannak újabb dicsőítő formák is, és ez nagyon tetszik a gyerekeknek. A szentmisét Németh László püspök celebrálta, Kozma Róbert, Kevi plébános és Masa Tamás közreműködése mellett. A találkozó szervezője Pozsár Ildikó a Padélyi Szent András evangelizációs központ vezetője volt. A Magyar Kultúra napján Posgai Zsolt művét, a Mindszenti Szeretlek Faust című történelmi alapú darabot viszi színpadra a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Mindszenti József püspök és Jávor Pál színész tragikus életsorsát mutatja be az előadás, akiket a magyar művészeti és politikai élet több ismert alakjával együtt az 1944-ben visszavonuló német csapatok tűzként magukkal vittek. Posgai először rendezte meg a saját darabját. A színészek szerint az előadásnak más olvasata van Magyarországon, ahol mindez történt, mint Vajdaságban. A Mindszenti Szeretlek Faust című előadást január 22-én Szabadkán a Jadrán színpadon láthatja a közönség. Nagy mértékben volt egy olyan érzésem is, hogy ez, mivel hogy ez végül is a hitről, a meggyőződésről és a valami mellett kiállásról szól, hogy ez lehet az én
mint Molnár Zoltán személyes kiállásom a színház mellett. Hogy tulajdonképpen azt játszom belül, hogy most is itt, ebben az országban kisebbségi magyarként színházzal akarok foglalkozni, és hogy kiállok a színház csinálás mellett. Hollywoodi filmes produkciót forgatnak Zomborban. Lázár Rockwood, született Lázár Ráics, zombori születésű, 40 éve Amerikában élő színész ötlete alapján készült a film forgatókönyve. A pszichotriller létrehozásában egy belgrádi produkciós iroda vállalt nagy szerepet, emellett a zombori önkormányzat is támogatja a projektet. Az otthonkeresés témaköré épülő produkcióban több hollywoodi színész is szerepet vállalt, köztük John Savage is. A forgatást április végén, május elején kezdik majd. Zombor jellegzetes közterületei mellett a falvakba is játszódnak majd jelenetek. Ugalom dešavaće se u nekoj od seoskih sredina u gradu Sombor u našoj opštini. S obzirom da je i tema povratak čovjeka koji je pre 40 godina otišao i vraća se u svoje rodno selo, svoje mesto gdje praktično ne nalazi nikoga svoga, u međuvremenu dolazi njegovi prijatelji koji ga pokušavaju nagovoriti se vrati tamo odakle je došao u Ameriku, tako da je to jedan psihološki thriller koji njega stavlja u jednu poziciju, jednu nedoumicu, da li je povratak u stvari to što se on vratio u svoj rodni Sombor ili je povratak što će se možda vratiti u Ameriku. Lábbelit, ruhaneműt, játékokat, tanszereket és tisztálkodási szereket adományoztak a szabadkai Kolefka gyermekotthon védenceinek. A január 1-től 16-áig tartó gyűjtési akciót a Vajdasági Ifjúsági Fórum Horgoson, Palicson, Zentagunarason és Szabadkán szervezte meg. A VIFO 5. alkalommal vesz részt a Save the Kids jótékonysági eseményen, mint támogató. Így szeretnének könnyíteni a nehéz sorsú gyerekek életén. A gyűjtési akció mellett január 30-án jótékonysági bulit is szerveznek a szabadkai Madlen Disco Klubban. A belépő összegével is segíteni akarják a gyermekotthon működését. A Save the Kids jótékonysági rendezvényének média támogatója a Pannoner TV. 20 DJ fog zenélni, és a belépő jegyek 250 dináros áron lehet még megvásárolni, és mindenki, aki jegyet fog váltani az este a bulin, tehát az össz jegybevételt azt utána el fog juttatni a Kolefka gyermekotthonnak, és ahogy megtudakoltuk, ők pedig ágyhúzatokat és különböző tisztálkodási szereket fognak vásárolni, ami szükséges a gyermekotthonnak. Novák Gyokovics mindössze 5 játékot engedett át az orosz Andrei Kuznyecovnak, és 6-0-6-1-6-4-es győzelemmel jutott be az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójába. Az első labdamenettől kezdve a világ első diktálta a tempót, az orosz játékos teljesen alárendelt szerepet játszott. A harmadik fordulóban Gyokovics ellenfele a japán Shoeda és a spanyol Verdasco mérkőzésének győztese lesz. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Magyarországon és Vajdaságban is számos rendezvényt tartanak a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Fizetős marad a röszkei határátkelő. Belgrádban tárgyalt a magyar és a szerb védelmi miniszter. Nagyszabású tanácskozást tartanak az Iszlám Állam elleni koalíció tagjai Londonban. A taxivállalatok sofőrjei figyelemfelkeltő forgalomlassítást tartottak Szabadkán. Köszönöm a figyelmüket! Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, ahol bejátszásainkat is visszanézhetik. Azonnal kezdődik a közügyek Ábrahám Viola műsorvezetésével. Maradjanak továbbra is velünk, szép estét!